Sziasztok! Ez egy quickboxing videó lesz, melyben egy steelbookot, egy Magyarországon nem kapható steelbookot fogok bemutatni nektek. Az itt található steelbook egyébként Csehországból származik, ez egy 4K UHD plusz BD 3D plusz BD kombót tartalmazó steelbook. Én már ide is raktam a szokásos Miki Egér kesztyűimet, hogy gyorsan fel is tudjam őket venni, utána be is tudjam mutatni nektek ezt a steelbookot először ide a frontkamerába. Erről lesz szó ebben a videóban. Ez a Pikachu a detektív cseh kiadású steelbook változata. Én már időközben lekaptam róla a fóliát, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, bemutatom a kiadványt ide az oldalsó kamerába. Így néz ki a még J-Cardban levő kiadvány. Előről, így néz ki a J-Card hátulja. Ahogy látjátok, itt minden fontos információt megtaláltok a kiadványról. Említésre méltó az, hogy mint a 4K UHD-n, mint a sima 2D-s Blu-ray-en megtalálható a magyar hang és a magyar felirat. Sajnos a Shazam-tól kezdve a Warner már nem támogatja a magyar vonatkozással is ellátott 3D lemezeket, úgyhogy mindegyik nemzet ott van rajta a 3D-n, kivéve a magyart. Gratulálok a magyar forgalmazónak, ezt is sikerült elcseszniük, jár érte a taps. Igen, ez a dolog is felkerült arra a hosszú listára, amit sikerült az elmúlt évek során elcseszniük. De én most kihúzom ezt a steelbookot, elég szűk ez a J-Card. A J-Cardból, és akkor nézem, hát igen, itt már megint lekopott a festék, nem is értem egyébként, hogy miért csinálnak ilyen szűk J-Cardokat. Annak, aki ezt megtervezte, ezt a J-Cardot, szintén jár a taps, mert nem ez az első olyan J-Card, ami sérülté teszi a steelbookot. Na, de folytatnám a bemutatást. Így néz ki a steelbooknak a frontja. A steelbook egyébként teljesen fényes felületű, semmiféle kiemelés nincs rajta. Így néz ki a steelbooknak a gerince, ott megtaláljuk a film angol címét, és így néz ki a steelbooknak a hátulja, ahol ugye Pikachu található, szintén teljesen fényes felületű. Hát ez elég fura ez a belső, de majd mindjárt kitérünk rá. Így néz ki a steelbooknak a külseje, így néz ki a steelbooknak a belseje, ahogy látjátok, és ahogy mondtam, ez egy háromlemezes kiadvány, és nagyon fura, hogy ugye ez a steelbook eredetileg egy BD 3D plusz BD kombó steelbooknak készült, úgyhogy a harmadik lemezt csak bónusznak tették bele, és beleraktak egy ilyen, hát ilyen lemeztartó pöcköt is. Egyébként ezt a kiadványt a Filmarénától rendeltem, és a sima Blu-ray van ilyen fóliában itt mellette, hát ezt majd megnézem, hogy mennyire újranyomatos, de most gyorsan kiveszem a 4K-s lemezt és a BD 3D-s lemezt, hogy utána meg tudjam nektek mutatni a belső képet. Így néz ki a Pikachu a detektív belülről. Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornámra, hamarosan egy hasonló videóval jelentkezem, addig nézzétek meg a többi videómat is, legyen szép napotok, ja, és legyetek jók, sziasztok!